Sziasztok! Mostanában kaptam néhány kérdést tőletek, és úgy gondoltam, hogy sokkal hitelesebb lenne, ha a közvetlen szponzorommal, Bojta Zolival csinálnék ezzel kapcsolatban egy interjút, hiszen ő már ott van ebben az üzletben, a DXM-ben, ahol én is és ti is lenni szeretnétek, akik tőlem kérdeztétek ezeket a kérdéseket. Hadd mutassam be nektek Zolit röviden. Ő a feleségével, Csillával együtt épít a DXN üzletét. Kizárólag online dolgoznak, online építettek fel egy szép nagy hálózatot, egy szép nagy üzletet. 3 év alatt lettek gyémántok. Zolit kérdezem most arról, hogy ez egy kényelmes tempó volt, Zoli, vagy egy gyorsnak számít? Mert úgy tudom, hogy például volt, aki fél év alatt lett gyémánt. Én is szeretettel üdvözöllek titeket. Ez a 2,5-3 év, ami nekünk eltelt addig, hogy gyémántok legyünk, ez nem valami standard, tehát ennél lehet gyorsabban is csinálni, lehet lassabban is csinálni. Az érdekes az, hogy azt a tudást, amit meg kell szerezni ahhoz, hogy ezt a sikert elérd, ezt milyen gyorsan tudod megszerezni, hogy mit tudsz már eddig is belőle, mi az, amit még most kell tanulnod, milyen gyorsan tanulsz. Szóval nem szabad ebből messze menő következtetést senkinek levonni, hogy jó, ez nekem nem mehet ennél gyorsabban, vagy akár lassabban. Szerencsére nálunk a DXN-nél, ha valaki tanulni akar, akkor tényleg minden segítséget megkap. Emberileg is, például a mi szponzorvonalunkról tényleg azt tudom mondani, hogy van kitől mit tanulni, mert abszolút szakemberek vannak fölöttünk, és ha éppen nem így volna, még akkor is ott van az intranet, amiben rengeteg webkonferencia felvétel és mindenféle tanulható anyag ott van, és teljesen ingyen. Úgyhogy azt gondolom, hogy szerencsések vagyunk, igen. Hát igen, ezzel én is így vagyok. Ugye az online marketing számomra egy még ismeretlen világ, bár már ismerkedek vele, és hát azt sem titok, hogy tőle tanulom ezt az egész szakmát, nem csak a network marketinget, hanem az online marketinget is. Elmesélnéd az, Zoli, hogy mert akik tőlem kérdezték, ők, az egyikük még nem épített soha MLM hálózatot, a másikuk épített, de offline, ott el is ért egy ilyen közép sikeres szintet, és azt kérdezték, illetve mindegyikőjüknek az online marketing egy teljesen ismeretlen terep. És ugye mivel én is még csak most ismerkedem vele, hogy hogyan lehet ezt profin csinálni, ugye, hogy ti is felépítettétek ezzel az üzleteteket, ezért azt szeretném megkérdezni Zoli tőled, hogy képzeljük el ezt, hogy képzeljék el ők, mert nekem már meséltetek erről, hogy mi az, amit ti konkrétan csináltok, vagy csináltatok így online munka gyanánt, ami által ez az eredmény, ez a nagyon szép eredmény létrejött. Hát kezdjük ott, hogy a hálózatépítés az azt jelenti, hogy keresem azokat az embereket, akik ezt a terméket, ugye a mi esetünkben Ganodermát, fogyasztani akarják. Ezt csinálhatom offline, és csinálhatom online. Ha offline csinálom, akkor ez a hagyományos módszer, hogy telefonon felhívom, elhívom egy bemutatóra, vagy ilyesmi, és megtudom, hogy őt ez érdekli-e, vagy nem. Ugye más módszerem nincs rá, hogy megtudjam, hogy valakit érdekel, mint hogy megkérdezem tőle. Na most online ugyanezt a kérdezést elintézi a weboldalunk. És a legszebb benne az, hogy én erről, ha őt ez nem érdekli, erről nem is szerzek tudomást, mert egyszerűen becsukja a weboldalamat, és kész. Akit viszont érdekel, az vagy üzenetet hagy, vagy feliratkozik a hírlevelemre, vagy ez már technikai kérdés, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy ha valaki minket megtalált, akkor fel is tudja venni velünk a kapcsolatot. Ez az óriási előnye az online-nak. A másik óriási előnye az, hogy végül is nem vagy bezárva az ismeretségi körödbe, vagy a városodba, vagy akár még az országba sem, ahol élsz, mert az internet az egész világon elérhető, a weboldalaidat az egész világon meg tudják nyitni, és az meg a DXN nagy előnye, hogy ez az egy világ, egy piac koncepció. Tehát ha valaki a Tűzföldön az én kávés oldalamat, amit a DXN-től ingyen kaptam, megnyitja, és neki ez tetszik, és ezt a kávét fogyasztani akarja, pláne ha meg még hálózatépítésbe is gondolkozik, minden további nélkül be tud regisztrálni. De az eredeti kérdésed az volt, hogy konkrétan mit jelent ez az online hálózatépítés, mi az, amit mi csináltunk, hogy értük el ezt az eredményt. Igazából mi
weboldalakat készítettünk, az DXN-től is kapunk weboldalakat teljesen ingyen. Ráadásul egy olyan online rendszert kapunk, ami az egyetlen egy Ganader más cégnél nincs, és sőt azt is mondhatom, hogy nagyon sok MLM cég alapul olyan szolgáltatásokra, online szolgáltatásokra, amit a DXN-nél úgy dobnak utánad azzal, hogy regisztráltál, teljesen ingyen megkapod a videóküldő rendszertől kezdve, nem akarom mindet felsorolni. És az összes tevékenység végül is abból áll, hogy igyekezzünk a weboldalainkat olyan helyzetbe hozni, hogy ő, a weboldal, minél több embert meg tudjon arról kérdezni, hogy ő vajon akarja a Ganader más kávét fogyasztani. Igen, ez tényleg így van, hiszen ahogy mi találkoztunk, az is egy semmi rendhagyó mód. Ha személyesen építenétek az üzletet, akkor mi valószínűleg soha nem találkoztunk volna, hiszen van néhány száz vagy ezer kilométer köztünk, és én is egy másik ganadermás kávés cégnek a kávéjukra kerestem rá, illetve az áruk érdekelt, és hát így találtam rá a te oldaladra, hogy te, a csapból is te folytál gyakorlatilag. Amikor beírtam a keresőbe, akkor a te oldaladat adta ki, és nekem nagyon szimpatikus volt az, hogy empatikus hálózatítés, mert ugye az erőszakmentes kommunikáció, vagy empatikus kommunikáció, ami az életem egyik nagy projektje, ez számomra nagyon fontos, és hát a hálózat építéssel én nem az empátiát kötöttem eddig össze, és ezért egy kicsit idegenkedtem is tőle egy időben, de amikor rátaláltam az oldaladra, és láttam azt, hogy ezt empatikusan is lehet, és amikor csatlakoztam hozzátok, és tényleg azt tapasztalom azóta is, hogy valóban empatikusan építitek, ez számomra nagyon hiteles, és nagyon-nagyon tetszik. Zoli, a gyakorlatban mit jelent az online munka nálad? A gyakorlatban azt jelenti nálam az online munka, hogy minden második hétvégén írok egy blogbejegyzést. Én ezt megírom németül is, és megírom magyarul is, mert ezt a két nyelvet beszélem jól. Nagyon sűrűn szoktam videókat készíteni, olyat is meg tudok csinálni, hogy a céges videók, vannak hivatalos céges videók, amiket használhatunk, azoknak a végét lehet így személyre szabni, hogy oda felteszem a képünket csillával, vagy aláteszem ugye a weboldalt, ilyesmi, és végül is ez az értelme az egésznek, hogy ahogy te is említetted itt, hogy a csapból is én folyok, hogy mindenféle felületen, amit az internet nyújt, ezeken meg lehessen minket találni. Tehát az összes közösségi médiában vannak profiljai, nem csak nekünk személyes profilok, hanem a weboldalaknak is. Ennyi, hogy ezt a kiáramlást kell fokozni. És ha online dolgozunk, akkor online kell ott lenni mindenhol. Ez pontosan ugyanaz, mint hogyha valaki offline dolgozik, és folyamatosan bővíti a címlistáját. Emberekkel ismerkedik. Mi nem ismerkedünk konkrétan emberekkel, hanem mi az online jelenlétet fokozzuk. És végül is azt hiszem, hogy ezzel el is mondtam mindent. Ezt még lehetne cizellálni, hogy a kreativitás, meg sok minden más marketing tevékenység, tanulni, hogy milyen egy jó szöveg, amire az emberek felkapják a fejüket, mert nagyon nem mindegy, hogy van megírva a weboldal, meg ilyesmi. Tehát itt is van mit tanulni bőven. Én viszont ezt nagyon élvezem. Tehát én nekem ez igazából nem is annyira munka. Én nekem ez élvezet. Köszönöm szépen. Hát ez nem hangzik bonyolultan, igazából ezt a néhány mesterfogást kell akkor csak elsajátítani, amiben ti nagyon nagy segítségek vagytok, és én ezért nagyon hálás vagyok nektek. Szóval weboldalak. Aha. És nekem nagyon tetszik ezzel kapcsolatban az, hogy ahelyett, hogy az ismerőseimet macerálnám ezzel, ugye mert offline módban ez van, hogy telefonálni és meghívni őket, meg bemutatom, meg ez, meg az, meg amaz. Ahelyett sokkal egyszerűbbnek tűnik nekem és hangzik, hogy weboldalakat hozok létre, tematikus weboldalakat, illetve kapok is a cégtől. Köszönjük szépen, Zoli, hogy ezeket megosztottad velünk. Ugye ingyen beszélünk Skype-on, és egy csomó ingyenes eszközt használunk az üzlet építésében, úgyhogy mert pénzt nem veszíthetünk ezzel. Nagyon szépen köszönöm, Zoli, ezt az interjút, nagyon sok hasznos dolgot osztottál meg. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon hitelesek vagytok,
És hát sok szeretettel várjuk akkor a Sistergőre, a heti meetingre azokat, akiket ez bővebben is érdekel, vagy esetleg még más műhelytitok mélyebben is érdekel azzal kapcsolatban, hogy hogyan építjük online az MLM üzletünket. Nagyon szívesen, Évi, sőt, köszönöm, hogy úgy érezted, hogy hiteles vagyok benne, és remélem, hogy a minket hallgatókban sikerült a kétségeket eloszlatni. Ez az üzlet egyszerűen túl jó ahhoz, hogy kimaradjunk belőle. Sok sikert és cél a gyémánt!